Hát így kell bemutatkozni, azt gondolom, egy kispadon. Hogy élted meg ezt a mai meccset? Nagyon különleges lehetett számodra. Hát igen, kezdődött azzal, hogy ebbe az öltözőbe azóta nem jártam, hogy ott a Balmazújvárosra feljutottunk, úgyhogy előjöttek az érzelmek, de elmondtam a fiúknak, hogy ezt szeretném, ezt a érzelmeket velük is megélni. Nagyon örülök, hogy a játékosok ennyire és ilyen precízen megdolgoztak ezért a sikerért. Nagyon sokszor az ellenfél védelmi vonal mögé tudtunk kerülni, pedig egy nagyon jól szervezett és taktikailag nagyon jól felkészített csapat ellen játszottunk. Kevés gólt szereztünk, de nem baj, az a lényeg, hogy nyertünk. És a másik örömteli még, hogy nem kaptunk gólt, tehát az nagyon fontos volt, hogy hátul nullára le tudjuk hozni. És büszkeljük arra is, hogy egy 17 éves saját nevelésű játékos a Nagy Gergőbe tudott mutatkozni. Csávi József szavait idézve azt mondta, hogy már a bemelegítésnél látta, hogy úgy néz ki a Nyíregyháza, mint amikor a Mustangot kiengedik a karámból. Mit lehetett csinálni ilyen rövid idő alatt? Elsősorban akkor mentálisan kellett tényleg így felrázni a csapatot, mert szemmel láthatóan nagyon nagy önbizalommal játszottak a játékosok. Én is így láttam, és nagyon örülök neki, mert tényleg úgy jöttek ki a fiúk a pályára, hogy ki kell jönni. Tehát aki a Spari mezőt viseli, annak így kell kijön a pályára, bármelyik pályán játszunk, ha hazai pályán, ha idegenben. És a célunk az lesz, hogy ezt a mentalitást, ezt a hozzáállást, ezt a játékot még fejlesszük, és ez legyen az alap, ettől rosszabb ne legyen. Több jó egyéni teljesítmény is volt, de csapatként vizsgázott majd jelesre a csapat, illetve az együttes? Ugye, aki ismer, az mindenki tudja rólam, hogy számomra a legfontosabb az, hogy milyen egységes egy társaság. Ma tényleg nagybetűs csapat voltunk, öröm volt nézni tényleg, ahogy a srácok küzdöttek egymásért. Az első gólnál, hogy a Novák Csani átlépte az Amónak, tehát ahogy előhette volna, de mégis tudta, hogy ott a társa. Tényleg nem találnék most olyan nagy hibát. Volt, persze volt hiba a játékunkban, de mindig volt olyan társa, aki kisegítette a játékos társát, és ez vihet előre egy csapatot.